New Jersey-ben Passaicon egykor sok magyar élt. A városnak magyar katolikus és református temploma is van, és még ma is üzemel a magyar húsbolt. Hurka, szalonna, sonka, párizsi és persze kolbász a Hungarian Meat Center több mint 30 éve családi vállalkozásként működik. Józsa Mihály, Józsa András nevelőapja 1973-ban érkezett Amerikába, ahol hente szakmájának megfelelő munkákat vállalt, először Manhattan magyar lakta negyedében. Dolgozott ilyen sonkaüzemben, meg munka után esténként a sok magyar vendéglátói egységekben is dolgozott, mint húsvágó szakácsoknak, és nem sokára rá összeismerkedett a munkatársával, akivel nyitották ezt a boltot itt New Jersey-ben. Itt pont volt egy német hentesbolt, már két generációta a húsbolt volt. 1988-ban nyitották meg a húsboltot, egy évvel később Magyarországról jött a segítség, András édesanyja, aki később Józsa Mihály párja lett. Ő állt a pult mögött és szolgálta ki a főként magyar vendégeket. Nem sokára rá, 90-ben én is kijöttem, 3,5 éves koromban. Anyukámmal sokat költöztünk, és itt igazából a legtöbb idő, amit töltöttünk, ugye az itt volt a boltban. És akkor úgy éreztem, nekem kellett valami, hogy érezzem, hogy valahová tartozok, valahová való vagyok. Én itt nőttem föl úgymond a hentesboltba, itt csináltam iskola után a házi feladatomat. Még gyártotta a kolbászt, addig én az asztal végébe elkocsikáztam ilyen kis matchboxokkal, és figyeltem mindig, hogy mit csinál. Bár András gyerekkorától látta a folyamatokat, az iskolái elvégzése után 21 évesen nevelőapja mellett tanulta ki a kisüzemi húskészítés fogásait, majd 2008-ban édesanyjával átvették az üzletet. A húsok, amik itt készülnek, azok a füstölt csemege kolbászok, friss kolbász sütnivaló, májas, véres hurka, májasok, kenőmájas, bácskai májas, a felvágottak, tiroli, olasz, zala, disznósajt, párizsi, sajtos párizsi. Füstölt húsok szinte a malacnak az órától a faráig minden készül. Most nézzük meg, hol is dolgozza fel a sertés különböző részeit. András aznap éppen kolbászt töltött. Itt vagyunk a boltnak a közepébe. Ez a szíve, ugye itt készül a termékek. Itt van a daráló, ledaráljuk a húsokat, amivel ledaráljuk. Van a keverő, amivel bekeverjük a darált húst és fűszerezzük. Aztán betesszük a töltőbe, és töltjük itt az asztalra, szépen elpározzuk. Most éppen kolbászt csinálunk. Elkötjük a végét, és szépen letöltjük levegőmentesen, tömören, hogy megmaradjon a alakja. Kötjük a végét, belet levágjuk, ne lógjon, és így készül a kolbász. Csillag, megkevered a tepertet, légy szíves! Megyek! 2010 óta András felesége is nagy segítség. Tünde hamar megtalálta itt a helyét, hiszen mindig is közel állt hozzá ez a világ. Segítek a tepertőt, szoktam kavarni, meg kiszedni, aztán a hurkát együtt szoktuk tölteni, mosogatni, kenéglit szoktam hátul csinálni, sózni szoktam a karajokat, a szűzét, a tarját, csülköket. Én egy kis faluból származom, Sátraújhelytől 20 kilométerre, Bozsvárról. Ott egy éven 2-3-szor disznót vágtunk a szüleimmel, és ilyenkor összegyűlt a kis család, meg a szomszédok. Megpörzsöltem a disznót, aztán már mikor nagyobb lettem, akkor megkértem apukámat, hogy egyszer vághasson már fel a disznót, és akkor ő elmondta, hogy jó, akkor erre vigyázzál, hogy a kést így kanyarítsd, vagy úgy húzd, mert hogyha belevágok a bélbe, akkor ott már problémák vannak. Nem csoda hát, hogy András és Tünde gyermekei, Andris és Attila is imádnak a boltban lenni. Akárcsak András annak idején, ők is az üzletben nőnek fel. A kis Andris álma pedig, hogy édesapja nyomdokaiba lépjen. Azt akarom csinálni, ami apa csinál most, mert szeretek dolgozni a húsukkal. Szeretek rárakni a húst a füstölőbotra, ami megy a füstölőbe apával. Én szeretem begyújtani. Amikor már kicsit nagyobbak voltak, akkor volt kedvük is bejönni, segíteni kolbászt, töltőgépet megrakni hússal, füstölőt segíteni pakolni, húsokat tenni, árut címkézni volt kedvük, és ennek nagyon örültünk.
András az idősebbik fiam, ő mindenféleképpen szeretne ezzel foglalkozni, ő nagyon szeret a húsban nyúlkálni és a gépeken dolgozni, nagyon szeretne megtanulni. Lesz tehát utánpótlás, immár a harmadik generációra öröklődik a magyar hentes szakma. A családtagok mellett Vivien a húsbolt állandó alkalmazottja, ő szolgálja ki a vevőket. Igazából én Magyarországon nőttem fel, és otthon is fogyasztottuk a sertéshúst az étkezéseinkhez, de mikor ide kerültem dolgozni 5,5 évvel ezelőtt, akkor tanultam meg itt a sertéshúsnak a részeit. Ha főzéshez esetleg keresnek szaktanácsot, akkor próbálok segíteni. A magyarok, vagy magyar leszármazott amerikaiak is, akik ismerik a magyar élelmiszer szokásokat, főzés szokásokat. Ők szoktak kérdezni például, most egy nagyon egyszerű példát mondok, töltött káposztához milyen húst javaslok itt a boltban, és akkor tudom mondani nekik, hogy csontos húst szeretnének, esetleg csont nélkülit. A csontos hús ugye vannak a csülök, van az oldalas, a csont nélküli húsokból pedig vannak ezek a tarja, a kis sonkák. A húsok mellett más magyar termékek, egyébként nehezen beszerezhető, magyar szárazáruk miatt is népszerű az üzlet. Például lehet kapni paprika, magyar paprikakrémet, gulyáskrémet, tésztákat, házi készítésű lekvárokat, darált mákot, darált diót, ami szerintem nagyon fontos, mert itt nem sok helyen lehet. Nagyon közkedvelt a kifli, a tepertős pogácsa, a sajtos pogácsa. Beiglink van, diós mákos beigli, ez nem csak a karácsonyi szezonban, hanem az év 365 napján megtalálható nálunk. Jó reggelt! Jó reggelt! A vevők, főleg első, másod és harmad generációs magyarok, de a kelet-európai országokból származók közül is sokan jönnek. 36 éve élek itt, és az első évtől kezdve. Akkor még a Mike volt itt, és azóta hetente rendszeresen itt költöm a pénzem. Téli szalámi, jó házi kolbász, hurka, házi májas, ami fantasztikus, meg hát minden finomság, amit lehet, a gulyáskrém, paprikakrém. Mikor gyerek voltam, akkor itt mentünk a templomba, és mindig emlékszem a finom magyar ételről, és háromszor egy évben jövök, és mindenkinek bevásárolok. És még a nagylányom lakik Virginiába, és őnek is most vásárolok. Nagyon szereti a szalámit, a kolbászt, és sehol se lehet kapni ilyen a finom ételt. Nagyon, nagyon sokan messziről is eljönnek, Pennsylvaniából, Bostonból eljönnek, főleg így ünnepekkor. Úgyhogy nagyon szerencsésnek érezzük magunkat, hogy még megmaradhattunk, mint hagyományos hentesbolt. András reméli, hogy ez sokáig így is marad, és fiai tovább viszik majd az üzletet. Az ő álma pedig, hogy nyisson egy magyar éttermet, és hogy újra magyar szótól legyen hangos a környék.